Közzétettem a pénzügyminisztérium a jövő évi állami költségvetés tervezetét, ezzel egy időben a 2024-2026-os költségvetési stratégia is böngészhető a szaktárca honlapján. A jövő évi állami költségvetés 3,4%-os gazdasági növekedéssel számol, míg az éves inflációs rátát átlagban 6%-ra becsülik. A büdzsé ugyanakkor a bruttó hazai termék 5%-át kitevő hiányra épül a mag közzétett 2024-2026-os költségvetési stratégia szerint. Ugyanakkor számítanak a fogyasztás növekedésére, amelyet 3,3%-ra prognosztizálnak. A költségvetés tervezet értelmében százalékarányosan a legtöbb, konkrétan 50%-kal több pénzből gazdálkodhat a tanügyminisztérium, ezt követi a családügyi tárca 41, a fejlesztési tárca pedig 35%-os növekedéssel. Folytatjuk a már elkezdett országos és uniós projekteket, és jelentős összeget fordítunk az Angél-Szálinnyi közművesítési programra, jelentette be Adrián Vestia fejlesztési miniszter. A nagyon jól működő Angél-Szálinnyi programra tavaly 2 milliárd 256 millió lej volt elkülönítve, idén 5 milliárd 650 millió lejes költségvetésünk van erre a programra. A gazdasági és az energiaügyi minisztériumok mintegy 42%-kal, az európai alapokért felelős tárca pedig 38%-kal alacsonyabb költségvetésből gazdálkodhat. A büdzsétervezetben megjelenik a tanügyiseknek járó 20%-os béremelés is. Erre két fázisban kerül sor. Január 1-től csak 13%-kal nő a bér. A korábbi bejelentéssel szemben, miszerint a közméltóságok bérét nem emelik meg csak a közalkalmazottakét 5%-kal, a kormány lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatoknak, hogy 5%-kal megemeljék a béreket. Ez a polgármesterek és alpolgármesterek mellett gyakorlatilag az egész helyhatósági apparátust érinti. A PNL szóvivője cáfolta, hogy ez választási célú ajándék lenne. Bizonyos minisztériumok felelnek azért, hogy lehetőséget biztosítsanak az érintett kategóriák bérének az emelésére. Garantálom, hogy nem politikai döntésről van itt szó, semmiképp nem választási ajándék. Ott van az infláció és más okok, de ismétlem, nem mi hoztuk meg ezt a döntést. A tervek szerint a költségvetés tervezetet már a csütörtöki ülésén elfogadná a kormány, és jövő héten a parlament asztalára kerülhet megvitatásra és szavazásra.